Juhász Zoltán, villamosmérnök, népzenekutató, népzenész. Egyetemi doktori címét a Központi Fizikai Kutatóintézet ösztöndíjasaként szerezte 1982-ben, PhD címet pedig 1998-ban. A Kárpát-medencében fellelhető hagyományos furuja és dudojáték 40 éve kutatási területe. Aktív népzenészként az Egy Szólam együttessel és a gyermekeivel alapított Juhász családi zenekarra szerepel koncerteken és táncházakban. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és az Óbudai Népzenei Iskolában furuját és dudát tanít. 2011-ben Szervácius díjban, 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 5 gyermek édesapja. Gimnazista koromban kerültem kapcsolatba a zenére, úgyhogy teljesen önszántamból elkezdtem furujázni. Beindult a táncház mozgalom, az már egy egyetemista korom idején kerültem én oda, és annak hála meghallottam falun készült furujás felvételeket. Emlékszel még, hogy milyen felvételek voltak ezek, kikkel? Igen, az egyik az a Káplár János hosszú furujásnak a játéka volt, amit még a háború előtt, alatti időben vettek fel a Pátria felvételekre. Egy Palóc furuja játék, Pozsik Istvántól egy Vidrózki dallam, ami azt hiszem Sárosi Bálint gyűjtése volt, és egy Gyimesi dallam, ami Kallós Zoltán gyűjtése volt. Aki azt játszotta, az ma is megvan, Tímár Viktor, és hát ő az egyik olyan mesterem, aki családi baráttá is vált az ő családjával együtt, és akit nagyon sokat hallottak a srácok is. Mi úgy nőttünk föl itt Csillaghegyen, egy nagy családi házban, hogy hagyományőrző mesterek laktak, aludtak nálunk sokat. És amíg meg nem, addig meg abban a pici nappaliban volt az Egy Szólam próba minden héten. Igen. És mi meg a szobában aludtunk, ők meg kint próbáltak. Nem jött rádióból zene, csak az, amit a pályék csináltak. Nem néztünk tévét, igen. El voltunk zárva a világtól. Igen. Nem jártunk óvodába. Igen, nem jártunk óvodába. Ötemanyú testvérek mindig volt egy következő, akivel az édesanyánk otthon volt. Tehát mi óvodába se jártunk, az utca gyerekei nálunk játszottak, és az utca pedig tőlünk zengett, hol a zenétől, hol a... És én emlékszem, amikor iskolába kerültünk, akkor tényleg az olyan volt, hogy az, hogy nem ismeri a többi gyerek azt a zenét, amit én, a többiek meg... Mert én meg azt nem ismerem, amit ők. Ez nekem egy nagy ilyen ütközés volt. Az nagyon fura volt. Igen. Hát mi én ilyenek voltunk itt egy ilyen általános iskolában. Réka, említetted a falusi hagyományőrző mestereket. Kik voltak, akik úgy megragadtak az emlékezetetekben, akik nálatok laktak, akikkel személyesen is tudtatok találkozni? Hát nagyon sokan. Hát elsősorban Pista bácsi, Pál Pista bácsi. Mert ő folyamatosan jelen volt. Ő családtag volt, igen. Tehát ő nekünk egy harmadik nagypapa volt az életünkben, és ő is úgy kezelt minket, azt hiszem. Tehát ez egy ilyen, hogy egy vasárnapi ebéd, és jelen van Pista bácsi, ez teljesen normális, igen, volt nálunk. Általános karácsonykor apáik mindig mentek hozzá, meglátogatták minden karácsonykor. Ő otthon összerakta a karácsonyi asztalát, amit a pásztorok használnak, úgyhogy emiatt ő nem jött el hozzánk szenteste, de egyébként jött volna. És így aztán mi mentünk, és családos túl, tehát mindenki ment. Pista bácsi 72 éves korában, 92-ben találtuk meg Agócz Gergővel, és nagyon rövid vonakodás után elővett egy gyönyörű furuját, attól kaptuk az első impulzus, hogy ki lehet ez az ember, aki ilyen furuját tartogat, és akkor hát fújjon rajta valamit. Megszólalt az a Palóc zene, amit én megint csak azokról a bizonyos Pátria felvételekről hallottam, és megfejthetetlennek gondoltam. Egyik ámulatból a másikba estünk, és
még azzal a lendülettel fősajtott, hogy hát ha magukat az ennyire érdekli, milyen kár, hogy eladta a feleségem a Dudámat. Na most ilyenről, hogy Dudás még létezik 92-ben, ezt szerintem Bolondok házába zárták volna azt, aki ilyet mer állítani. És akkor így megjelent előttünk Pista bácsi, aki akkor már nagyon életunt állapotban volt, mondjuk így, de ez az érdeklődés aztán, ami nagyon sok embertől árad felé, meg szeretett, ez visszaadta az életerejét, és ő tudatosan úgy döntött, hogy akkor ezt, amit ő tud, ezt átadja. És akkor itt telt el az utolsó 20 éve, tanítások tömkelegét kaptuk tőle, és tényleg családtagként is. Hát így hallgatta őt a népes gyermekszereg is nálunk otthon. Nem így, de való születésű vagyok én. Messze földről vándoroltam ide én. Így jár, aki messze földről vándorol. Nincsen babája, ki vállára boruljon. Nem jó csillag lett volna én belőlem, nem sokáig ragyognék én az égen, mert mikor a legszebben kell ragyogni, akkor mennék én a rózsámat ölelni. Juhász Lilla, vadgazdamérnök. Örökölte édesanyja Sáringer Erzsébet érdeklődését a természet és a biológia iránt. Szereti az állatokat, a lovakat különösen. Férjével is a lovaglás révén ismerkedett meg. Szívesen énekel és lép fel a családi zenekarral, de nem vallja magát előadó művésznek. Két kisgyermek édesanyja. Még sincs a szívem soha nyugodalomba. Mi Pomázon külterületen élünk. Igen? Tehát igen. Nyilván olyan messzire nem megyünk, mert itt laknak a szüleink. Hát én azért úgy vagyok ezzel, hogy főleg, hogy gyerekek vannak, a nagyszülők azért legyenek karnyújtásnyi távolságban, de Pomázon külterületen élünk. Tehát az szerintem egyértelmű, hogy ezzel az életformával, meg ezzel az egész világgal ez a nagyvárosi lét, ez összeegyeztethetetlen. Igazából nekem soha nem volt ez célom, hogy én énekes legyek, színpadi énekes legyek. Nagyon szeretek énekelni, otthon nagyon sokat énekelek, miközben csinálom a dolgomat, és ez feltölt. A színpadi közreműködés az nem töltött föl ennyire. Nagyon szeretek apáikkal együtt zenélni, és hogyha így tudok velük zenélni, hogy ahhoz színpadra kell állni, akkor színpadra állok velük. Ebből, amit most elmeséltünk, hogy így nőttünk föl, az egy életforma szerintem. Tehát nem csak a zene, hanem ezen keresztül egy nagyon letisztult, természetközeli életforma, és mi így próbálunk élni. Erdélyben mikor jártatok először, vagy a maradandó első utakra emlékeztek? Nyaraltatás volt a fő cél. De azért vittem magammal magnót is, természetesen meg hangszert. És már nem is mehettünk máshoz, akkor csak azokhoz a mesterekhez bekéreckedni üres szobákban, meg istálokban, akiket ismertünk, tehát ezek mind furulyások voltak, és akkor ők úgy csöppentek bele, hogy ott van az a bácsi, gyönyörűen furuljázik, reggel kihozza a lovat, fölültet rá, és látjuk ezt az egész természetközeli életformát, a havasi állattartását. Úgyhogy az annak szerintem óriási szerepe van abban, hogy ők azok lettek, akik. És ez évekig ismétlődött.
az a fiatal énekes, aki nem ilyen millióben és ilyen háttérrel érkezik, mit tudnátok neki tanácsolni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen akár erdély vagy más népdalt hitelesen elénekeljen? Az, aki él a mai világban, a lakásban, tévé, számítógép, gyors kaja, vásárol, és mondjuk így éli a napjait, az nem fogja tudni szerintem úgy elénekelni, mint az, aki ténylegesen meg tudja etetni azt a lovat, ki tudja trágyázni, látja, hogy nő meg a vetemény a kertbe. Ettől, aki messze van, az soha nem fogja tudni. Megmarad a hangok szintjén. Igen, igen, és nincs benne az érzés, az, hogy amikor láttuk, ahogy Pista bácsi kibotorkál és megeteti azt a két darab bárányát, ami még van, mert annyival bír el, és megeteti, és benne van a hangjában az a reggeli pára, az a erőfeszítés, hogy ő berakta a szénát. Ezek szerintem hiányoznak abból, aki ezt csak tévén látja. Egész más lett volna a helyzet valószínű, ha csak egy megszállott apuka van, és az anyuka az valami egész másban gondolkozik, de valószínű éppen a táncház, sőt biztos, hogy a táncház mozgalomnak is köszönhető, hogy mi a feleségemmel Zsókával már eleve olyan alapokon jöttünk össze, hogy ez a néphagyomány mind a kettőnket érdekelt és fontosnak tartottuk. De ő ennek a tárgyalkotó oldalát szerette, tanulmányozza, tanítja. És ez a kettő együtt, ez már sokkal közelebb van a teljességhez. De például az, hogy állatokkal is körülvette mindig a csapatot, az is hozzátartozik. A természettel kapcsolatos tudásuk gyerekkorukban sokkal nagyobb volt, mint az átlag, tehát minden növényt fölismertek, állatokról tudták, hogy mifélék. És ez meg, és akkor a gyimese ez meg megint hozzátette a magáét. Tehát úgy igazán telibe az, ami ott otthon a családban csak ilyen városi körülmények között működik, az ott érte őket ilyen nagy erős hatásként. Úgyhogy itt elég szépen összerezonáltak a dolgok. És ebben a feleségemnek ugyanolyan fontos szerepe van, mint nekem. Anya biológia és rajz tanár hivatalosan, és ő tényleg minket úgy nevelt, hogy nagyon sok állatunk volt, mindig volt mindenféle állatunk, állat és növény közelben, és most ezt lehet, hogy ez dicsekvésnek hangzik, de mi nagyon sok madárhangot például felismerünk. Ez a Csillaghegyi Közösségi Háznak a kézműves háza, ő népi mesterségeket tanult, és tanul folyamatosan, és ilyen foglalkozásokat tart, kosárfonást, szövésfonást, a gyapjúfeldolgozástól indítva, tehát szinte még az állattartásig visszamenőleg, tehát annyira részleteiben foglalkozik ő ezzel, és itt, hát az ő munkahelye, ami egyébként szinte nem is munkahely már, hanem ide tényleg szinte hazajárnak hozzá a tanítványok. Tehát mi egy ilyen nagyon jó kis összetett nevelést kaptunk szerintem, és a tárgyalkotás is ebben van benne. És én is kiskoromtól fogva foglalkozom, az öltözködéssel is foglalkozom, mert én királylánynak születtem. És elég hamar el kellett kezdenem foglalkozni azzal, hogy magamnak előállítsam a ruhákat, mert egy 5 gyerekes családban nem lehet kielégíteni egy ilyen királylánynak az igényeit. Úgyhogy én kézzel vartam eleinte, ellopkodtam a lepedőket, és azokból vartam szoknyákat, festettünk, de mindent anya mutatott különben meg. És ő tanított meg géppel is varni elég korán, és én aztán a középiskola után elmentem egy ilyen divattervező szakra. Felhő.
Juhász Réka, népdalénekes, ruhatervező, néprajzos. Kislány korától személyesen ismerhetett sok hagyományőrző mestert, és otthonosan mozog a táncházmozgalom világában. Amellett, hogy évekig rendszeresen tanított népi éneket a Zeneakadémia népzenetanszékén, színpadi produkciókban is részt vesz, az éneklés mellett gardonon is játszik. Fontosnak tartja a közönség bevonását az éneklésbe, ezért csoportos foglalkozásokat vezet Zeng a lélek címmel, valamint nyári táborokban tanít éneket. Mellette, amikor csak teheti, jár népdalokat, népzenét gyűjteni a mai Magyarország területén és Erdélyben. Dolgozott, énekelt együtt az Egy Szólammal, az Eszterlán zenekarral, a Fonó zenekarral és a Juhász családi zenekarral. 2009-ben megkapta a Népművészet ifjú mestere címet. Ami miatt kialakult ez a tulipános rátétmintás világ, amivel én most dolgozom, az az volt, hogy magamnak fellépő ruhákat vartam. Itt van Csillaghegyen az én műhelyem is, Csillaghegyi Katolikus templom egy melléképületében, Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület segítségével. Most nekem a mindennapjaimnak a nagy részét éppen ez tölti ki, hogy ruhákat tervezek és készítek. Nagyon szerettem Szovátra járni gyűjteni, és a Kádár Erzsi néni volt ott nekünk a kis helyi mentorunk és édesanyánk. Ott is ő mondta egyszer azt, olyan szépen mondta, hogy román húsvét volt éppen, és mi mentünk ki a faluból, és ő elkísért minket a falu széléig, és a román részen mentünk át, ahol kiszaladtak az asszonyok, és piros tojásokat dugdostak a zsebünkbe, és mondták nekünk románul, hogy menjünk hozzájuk is gyűjteni, mert ők is szeretnének énekelni nekünk. És akkor az Erzsi néni megállt, és azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy ők is foglalkoznak a tudománnyal. És azt, ahogy mondta, akkor az olyan nagyon, nagyon megült bennem, hogy ez egy tudomány, és ő is így kezeli, és így tekint erre. Juhász Áron bőrműves és szíjgyártó nyerges. Jókat mulatni, énekelni és furujázni egyaránt szeret, de inkább a népi kézművesség az igazi világa. Előbb a népi mesterségek és művészetek szakiskolájában szíjgyártó nyerges szakon kapott képesítést, de a legbüszkébb a szerinte világszínvonalon működő Nádudvari népi kézműves szakiskolában bőrműves szakon szerzett diplomájára. Én úgy emlékszem rá, hogy úgy megszervezve nem volt ott nagy gyerekek, tudom én, szerdánként házi muzsika, de úgy az alkalom az megszülte, hogy elkezdtünk ott zenélgetni, meg énekelni. De spontán vagy mondjuk? Spontán. Hogyha volt, igen, az biztos, hogy spontán volt. A gyerekként volt spontán. A kamaszként meg, amikor mulatásra kezdtük használni, akkor meg szervezett volt. Olyan szempontból. Ti ezt hogy értétek meg? Tehát volt bármiféle olyan érzet, hogy kényszer, vagy pedig teljesen természetes és magától értetődő volt, hogy ez a zene körülvesz titeket, sőt, ez a kultúra körülvesz titeket, most a kézművességre is gondolok, nem csak a zenére, és ezt így magától értetődően elkezdtétek művelni. Hát erőltetés semmiképp nem éreztünk. Én annyi meg a szüleimtől nem éreztem, mert én zenész nem lettem, csak kézműves, tehát kézműves lettem. A szüleimtől olyat, hogy nekem zenésznek kell lennem, olyat soha nem hallottam, de a környezetemtől volt rajtam egy ilyen presszió, legalábbis én éreztem ilyet, hogy mindenki elvárta, hogy én is legyek furulyás. Talán pont ezért nem lettem az. A bőművességben hamar sikereim voltak, a zenében annyira nem. Vezérmulató. Nagyon jól énekel, csak nem mondjam, mert nekem kell mondani.
Hát köszönöm, de nem vagyok profi énekes. Mulató énekes vagyok. Juhász Dénes népzenész, népzenetanár. Édesapjától kiskorában kezdett furulyázni tanulni. Zenei érdeklődése később a hegedüléssel egészült ki. Eleven kapcsolatot tart fenn hagyományőrző mesterekkel, szerte a magyar nyelvterületen. Számos népzenei táborban tanít furulyát. Tagja a Juhász családi zenekarnak és vezetője a Békás bandának. A Gödi Búzaszem iskola tanulóinak zenei nevelésében is segítkezik. A Történelmi Lovas Egyesület tagja lovakat tart, és fontosnak gondolja a magyar lovas katonai hagyományok megőrzését, megélését és tovább hagyományozását. Hiszi, hogy a nemzet fennmaradásának talán egyetlen záloga az, hogyha a kultúránkat megőrizzük. Két kisgyermek édesapja. Legyen, hogy egy lassú magyarost, és én játszom, és éneklem is egyszer. Ha leesíketem az én babám, ha meglát is elkerül, szerintem minden kisfiú lovas huszár akar lenni már 3 éves korában, vagy 2 éves korában, és akkor én belőlem meg ezt annyira nem lehetett kiirtani, hogy amint lehetőségem adódott, én ezt, ezzel elkezdtem úgy komolyabban is foglalkozni. A feleségem, ő a Csóri Sanyinak a tanítványa volt egyébként kis gyerekkorában, meg kamaszkorában, úgyhogy őnek is nagyon-nagyon sok kötődése van ehhez a kultúrához, meg a magyar népzenéhez is. Úgyhogy a mi Ágoston fiunknak például ilyen szempontból már választási lehetősége nincs. Tehát, hogy kénytelen lesz ebben valahogy felnőni, ez nem erőltetni kell, hanem hogyha egyszerűen olyan környezetben van az ember, a gyerek, akkor ez magától adódik. Tulajdonképpen ez most teljesen mindegy, hogy hangszer vagy, hogy milyen hangszer vagy, hogy énekelt zene, ez igazából egy olyan, egy anyanyelv. Igazából azt a kérdést kéne föltenni, hogy a többiek milyen érdekesek, hogy miért nem tanulják ezt. Mert ez ugyanúgy egy használható anyanyelv, mint ahogy mondjuk mi beszélgetünk. Van egy öcsénk, a Gergő öcsénk, aki egyébként valamennyire szintén tárgyalkotó, de ő már egy modernebb formában, ő háromdimenziós modelleket tervez. Ő informatikát tanult. Úgy gondolom, hogy az is ebből ered, hogy az informatikán belül ezt kezdte el érdekelni. Ebből a műveltségből. És egyébként ő is egészen jó furuljár. Igen. Így van, és nagyon jól énekel. Meg Szent György lovag. Ja, meg ő is katonai hagyományőrző. Ha olyan közösségek vannak valamilyen okból ebbe a egyébként elidegenedő közegbe, amelyik mégis úgy összejönnek és elkezdik szeretni egymást, meg arctól arcig beszélni, akkor abban a közösségben föltámad a kultúra iránti igény is. Tehát nem lehet mindig csak filozofálni, meg politizálni. És ott akkor nincs is más választásuk, mint ezt a hagyományt valahogy föléleszteni magukban, és erre itt a környékben is van több példa, hogy ilyen közösségek eredetileg csak azért jöttek össze, mert vágytak arra, hogy legyen egy közösség, és egyszer csak köztük valaki azt mondta, hogy gyerekek, hát én tulajdonképpen néptánctanár vagyok, nem akarjátok megpróbálni, és ez rántotta össze őket. Tehát szerintem ez a két dolog úgy függ össze, hogy amíg vannak ilyen közösségek, addig van esélye a népzenének, és hogyha
már nem lesz esélye a népzenének, akkor jaj az emberiségnek, mert akkor már összeomlottak ezek a közösségek végleg.